Kedves nézőink, az Ajkai Bányászat 150 éves évfordulója alkalmából a Padrakkuti Művelődési Házban bányász szakestet rendeztek, amelyen ezúttal várpalotai és veszprémi egykori bányászok is részt vettek. Kérem, tekintsék meg erről készült összefoglalónkat. Bányász szakestének adott otthont a Padrakkuti Művelődési Központ május 20-án. Kik érkeztek erre a szakestére és hány fővel? Várpalotán működik egy olyan baráti kör, ami a várpalotai bányász hagyományokat ápolja, és 12 fővel érkeztünk ide, többen vagyunk, de betegség miatt a többiek nem tudtak részt venni. Úgyhogy 12 fővel képviseljük az a veszprémi, illetve várpalotai bányászkodást. Ön is az Ajkai bányának volt a munkatársa. Mikor és milyen beosztásban? 70-ben végeztem, és akkor kerültem ide Padragra. Annak hajdanán azt mondta az egyik tanárom, hogy Padragra menjek, mert ha ott megtanulom a szakmát, akkor az országba mindenhol el tudok helyezkedni. Az akkori kollégák között vannak-e jelenleg itt Padrakúton? Hóhó, minden kedves kollega itt van. Akkor hazajött a mai délutánon. És ide általában szívesen jövök. Ez egy olyan közösség, ami értéket képvisel a szakmán belül is. Öröm volt együtt dolgozni ezekkel az emberekkel. Mindig részt vettek a feladatokba, soha nem hátrált ki senki belőle, úgy álltak hozzá, és az elődeinknek, akik szintén itt dolgoztak, az ő kezenyomát lehet érezni ezen a közösségen. A hozzáértésből, a hozzáállásból, a felelősségvállalásból. Hogy mondjak egy példát. 49-ben az Ambó János volt itt a főmérnök. És mikor az első frontfejtést megindították, és előre haladt a front, és megszakadt a főte. Az azt jelenti, hogy a fölötte lévő 130 méteres vastag mészkőréteg megtört, és a benne tárolt kaszvizet leadta. És szinte elúszott a bánya. A főmérnök lement a bányába, és addig nem jött ki, amíg nem csökkent a víz. Ketten voltak a bányába a szivattyúkezelő és ő. És kint az emberek tudták, hogy ameddig a főmérnök a bányába van, addig van remény arra, hogy a munkahelyük megmarad. És amikor kijött, annak az embernek olyan tisztelete volt, hogy amit kért, amit utasításba adott, azt maradéktalanul végrehajtották. És az ilyen példák itt olyan táptalajra találtak, hogy mindenbe partnerek voltak a dolgozók, a műszakiak, velük meg lehetett beszélni minden problémát, részesei voltak a tervnek, a feladat megfogalmazásnak, a végrehajtásnak. Tehát öröm volt ilyen közösségbe dolgozni. Hogy néz ki egy szakestély? Miből áll és mennyi ideig szokott tartani? Hát ha a jó hangulat, akkor 2,5 óráig körülbelül. Ennek megvan a forgatókönyve, megválasztják az elnököt, a tisztségviselőket, és mindenkinek megvan a feladata, hogy a szakestély során mi a teendője. Van nótabíró, aki intonálja, kezdi a nótákat, és megvan, hogy milyen forgatókönyv szerint éneklik. Általában bányász jellegű, akadémiai, tehát selmeci hagyományoknak a dala, és vannak humoros részek. A bányászok életéből kiragadnak olyan eseményeket, ami egyszer mosolygósá teszi, másodszor átsegíti a problémákon a jelenlévőket. Avatnak, ha vannak, akik nem részesei még a firmáknak, hanem csak balekok, azoknak a kiképzése, hogy mit kell a szakmából ismerniük, tudniuk, abból levizsgáztatják őket, és utána van a keresztelő, egy szertartás szerint a keresztapa megkereszteli a balekot. Erre is sor fog kerülni, mert szakestélyt tartani csak azok tarthatnak, akik ezen a vizsgán átmentek,
és a Blaskó úrék elhatározták, hogy önállóan is akarnak Szekestét tartani, és ma a Blaskó urat firmává avatjuk, hogy elsajátítsa azokat az ismereteket, ami egy Szekestély megtartásához. Ennek van irodalma, tehát nem rögtönzött valami, hanem felépített, és általában az erőműben is többször volt Szekestély, van egy kiadványa, amit teljes egészében végig veszi a Szekestélynek a tartalmát, a menetét. Úgyhogy arra is tud támaszkodni, de mindig hozzá tesznek humoros részeket, változóan ez lesz ma itt. Hogy néz ki egy ilyen avatás? Mit kell tudni az avatandónak? Hát általában bányász jellegű ismereteket, de politikával kapcsolatos is lehet, mert akik itt vannak, kérdéseket tehetnek fel maguknak, a balekóknak, meggyőződve arról, hogy kellő szinten állnak a szakmai tudásban, a politikai dolgokban, meg egyáltalán mindenben. Tehát ez egy alap, amiből le kell vizsgázniuk, és akkor utána jön a keresztelő rész, ahol mondja a keresztapa, hogy én megkeresztellek Bakusznak, Céresznek, meg a többi pogányistennek a nevébe, legyen a te neved, adott esetben Bandi, alias Bandi. A Bandit mindig, illetve a Sándort, mindig Bandinak hívták az édesapja után, meg a bátyja után. És most hivatalossá tesszük, hogy a Bandi az egy keresztelt név lesz az ő számára. Szekestély előtt koszorúzásra került sor. Hol és milyen emlékműveket koszorúztak meg? A múltkor az Egyesület jóvoltából emléktáblákat avattunk a parkerdőbe. Ez volt a Zambó János, és őről beszéltem, hogy ő volt az a főmérnök, aki addig nem jött ki a bányából, amíg nem dőlt el a bánya sorsa. A másik pedig a Benyó Istvánnak, aki itt volt főmérnök én előttem. Az ő domborművét koszoroztuk meg. Ez volt kettő, és van egy harmadik, ami az udvaron áll, azoknak a bányába elhunyt bányászoknak állít emléket, akik itt a medencébe haltak el. Ők voltak a következő helyszín. A negyedik, az pedig itt volt a bányaüzem bejáratánál. Bandiék által állított emlékműnél egy bányavezetők, akik itt tevékenykedtek, azok koszorúzták meg, és elmentünk még a másik Borbála helyhez, ahol a Padragi bányába elhunyt bányászoknak az emléke volt, azt is megkoszoroztuk.